Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Lovagudvarban, mögöttünk a gyerekek már nagyban karácsonyra készülődnek. Ez egy picit rendhagyó karácsonyi készülődés, hogy mi is ezt pontosan az Nyirini Kátai Katalinnal beszélgetünk. A Kovács Mihály Tagiskola kis séfjei vannak itt mögöttünk. Mi is zajlik ma itt pontosan? Igen, mi főzőcskézünk rendszeresen itt a Lovagudvarban, a gyerekekkel havonta egyszer, és ezen az alkalommal most karácsonyra készülődünk, halas ételeket fogunk főzni, természetesen Szatmári János vezetésével, aki a gyerekeket okítja erre. És hát azért már ön egy picit elő is készült, hiszen látjuk, hogy van itt sok minden már a megterített asztalon, ami az ön keze munkáját dicséri véleményem szerint. Részben igen az enyémet, részben pedig a gyerekekét, hiszen ezeknek a gyerekeknek nagy része kézműves szakkörös is, és így összefonjuk a két foglalkozást, illetve összeszövődik, és természetesen nem csak a főzés, hanem az ahhoz kapcsolódó díszítés, dekorálás is a mi kis munkánkhoz tartozik. Így talán egységes egy karácsonyra való készülődés. A gyerekek olyan ételeket tanulnak majd, meg minden alkalommal, amit igazából otthon nem sűrűn készíthetnek el, amelyek egészségesek is, és gyerekközeliek is. Próbáljuk őket a minél több zöld és gyümölcsös ételekre szoktatni. Próbálkozunk, és ezek a gyerekek nagy része már erre kapható is. Most ha jól látom, csak lányokat látok, úgy hirtelen, hogy rájuk nézek, de biztos, hogy vannak utána azok, akik majd jövőre jönnek, hiszen ez már nem az első alkalom, amikor itt vannak. Én láttam a havi beosztást, tehát nagyon sok érdekes dolgot tanulnak itt a gyerekek, és mindig valami ünnephez kötik az aznapi foglalkozást. Igen, igyekszünk az ünnepekhez kötni. A őszi programunk között voltak például tökösételek, és próbálunk mindig az alkalomhoz illően rávetíteni a gyerekeket, hogy mi is az, ami érdekes és finom is és egészséges is. Valóban már tavaly év folyamán is jártunk ide, néhány kislánnyal összesen, most is csak hatan vagyunk. Ez részben azért, mert a konyhai adottságok nem teszik lehetővé azt, hogy egyszerre 20-25 egy osztálynyi gyerek is főzhessen. Próbáljuk őket úgy nevelgetni, hogy hosszú távon ugyanezek a gyerekek, ha maradnának, akkor talán közülük szépen ki lehetne nevelni majd akár szakácsokat, vagy valami hasonló foglalkozású szakmát tanuló gyerekeket. Gondolom, hogy azért utána beszélgetnek erről, hogy most ők hazamennek, megeszik ez a finomságot, amit ma elkészítenek, de arról biztos beszélgetnek utána, hogy otthon anyuval, apuval is készítenek-e hasonló. Igen, sőt mi vezetünk egy füzetet, a gyerekek minden receptet leírnak, és otthon megmutatják, és remélem, hogy van, amikor el is készítik. Reméljük, hogy így lesz, és akkor mi lesz a mai menü? Részben számomra titok, ezt talán majd a János fogja elmondani. Annyit tudok, hogy mindenképpen halasételek, és minden egyes alkalommal salátával kezdünk. Utána jön valami főétel, és a végén azért, mivel gyerekekről is van szó, ezért desszerttel zárunk. Itt most igyekeztem a desszertet én készíteni, meglepetésképpen. Mézes, de egy kicsit másképp, ami majd az asztalon is már látható lesz. Illetve egy itallal zárjuk, amit nem jellemző, de mivel karácsony van, és gyerekközelinek szerettem volna tudni ezt az italt, és ezért gyermekpuncsot fognak inni a gyerekek. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen hasznos a mai foglalkozás, és még sok alkalommal találkozzanak itt. Köszönjük szépen, igyekszünk, és tényleg nagyon lelkesek a kislányok, és nagyon-nagyon szeretnek jönni, nagyon várják ezeket az alkalmakat mindig. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Az előbb már hallottuk, hogy részben titok az iskolások és a Nyirini Kátai Katalin számára is, hogy mi lesz a menü. Szatmári Jánost faggatjuk erről. Mi lesz az a karácsonyi menü, amit most a gyerekekkel elkészít? Hát lényegében, mivel hogy ünnep következik, halételek lesznek. Lesz egy halsaláta,
akkor lesz egy halfasírt, akkor lesz sült hal, és ezekhez lesznek mártások, meg köretek. És hát itt hallottuk az előbb, hogy a gyerekeket is bevonják ebbe, tehát mindenki megtanulja, hogy otthon el tudja készíteni. Milyen kis séfek a lányok? Hát most már második éve, hogy gyűrjük egymást. Szerintem nagyon sokat változtak. Első évben, mikor két hónap után leültünk, kiderült, hogy nem ismerik a kelkáposztát, a répát, meg a zöldségeket, és akkor lényegében hozzá kezdtünk beszélgetni, akkor palacsintákat készítettünk, és akkor úgy elindultunk a zöldségek irányába. És azóta mindig a zöldség a téma. Most ebbe a tanévbe úgy készítettük meg a programot, hogy minden hónapban szezon jellegű vagy ünnephez közelítő ételeket próbálunk készíteni. És valami különlegesség is lesz, tehát a technikában, amit most tanulnak, mert hogy itt azért hallottuk, hogy halfasért lesz, ezt azért nem nagyon szoktak csinálni. Igen, hát lényegében azért készítünk olyan ételeket, mint az előétel mindig van. Most az előétel egy kis főtrizs, egy kis zöldségek benne, és akkor benne a haldarabok, és akkor ezt fogjuk ízesíteni, és akkor ebbe fog lenni egy ilyen zöldséges előétel. A következő az pedig egy fasért, lényegében halfasért, ami úgy készül, hogy a krumpli az alapja, akkor befűszerezünk, tezzünk hozzá egy kis piros paprikát, meg egy kis piros paradicsomot, és akkor egy kis zöldségeket, és akkor a halat hozzáteszünk, és akkor úgy összegyúrják a lányok, és akkor ezt ki fogjuk sütni. És milyen halból készül? Hát ez most pillanatnyilag busa halból készül, Tiszába fogták, úgyhogy van is itt egy darab hal. Nem tudtam idehozni egy busát, ami fejjel, farokkal egybe van, hanem egy halnak a közepét, a filézett halat hoztam. Lehet, hogy a lányok örülnek is neki, hogy csak így látják. Hát jó főzőskézést kívánunk, és hát akkor nézzük, hogy hogyan is készül ez a mai menü. Jó, hát nagyon köszönöm. Akkor itt nézzük is végig, hogy milyen hozzávalók kellenek ehhez a mai menühöz. Hát ehhez a mai menühöz, mint ahogy említettem, egy hal saláta lesz, amihez a rizs még a kemencébe van, hogy melegen tudjuk tartani, és ahhoz a rizshez fogjuk hozzáadni a pritomin paprikát, a paradicsomot, a zöldséget, meg a feldarabolt halat, ez ki van szedve a szálka belőle, átnéztem, és azért ilyen darabos, és akkor azt utána az összekeverik, befűszerezzük, és akkor a halsaláta az lehet állalni. Akkor ez lesz az előétel, akkor nézzük a főételt. Hát a főétel, az itten lehet látni, hogy halakat sütöttem, és egy ilyen aranyos kis fatálba lett beletéve a hal, és lényegében ezek a kis elősütött halak, ezekből készülnek a halfasírtnak az alapjai, mert ezek ki vannak már szálkázva, és akkor lényegében ezt összetörik, összemorzsálják, és akkor a krumplival fogják összekeverni, és akkor azt kis gombócokat készítenek belőle, és akkor azt meg fogják sütni. Hát azért már nekik egy picit könnyebb a dolgok a gyerekeknek, mint otthon egy házi asszonynak, hiszen ott neki mindent saját magának kell elkészítenie. Körülbelül eddig, amiről beszéltünk, ezt mennyi idő alatt lehet így előkészíteni? Hát lényegében azért segítettem most egy kicsikét elő, mivel hogy szálkák vannak a halba, és akkor a gyerekeknek ne kelljen itten időt tölten avval, hogy most kiszedik meg minden, és akkor így elő segítettem azért nekik, hogy hamarabb elkészülnek az ételek, mert ezt lényegében 2x45 percbe kell elvégezni ezt a főzést. Most a következő hozzá a főételhez van saláta, van olyan saláta, amelyik kimondottan csak zöldségekből van, meg van olyan saláta lényegében az ismert zöldségekből van, egy kis majonézzel, egy kis tejföllel, kaporral, amit például a halra, ahogy tálalja, ráteszi a tányérra, rátesz egy kis kanállal, vagy kettő, egy kis öntetet, vagy szószt, és akkor úgy lehet fogyasztani.
Egyébként a halhoz mit illik? Tehát ott látok, kapor is van benne, tehát egy ilyen kapros mártásos dologról, vagy mi az, amit úgy ajánlana legfőképpen a hal mellé, csak úgy simán? Igen, hát lehet kapros joghurtot, amit öntetnek veszük. Most amit azért mondtam, hogy öntet is, meg mártás is, mert ez egy picikét sűrűbb is. Azért, hogy ne folyjon széjjel, hanem például rá megáll a hal tetején. És akkor maga a hal nincsen kiszáradva, de viszont ez a kis majonézes, tejfölös egy picikét még visszaad neki a halba egy kis nedvességet, és akkor ezáltal lényegében össze is tudja kavarni rögtön az evőeszközzel, ahogy fogyassza. És akkor lényegében az a sokféle íz, a kapor, a majonéz, az édesség, a sós, a zöldségek, mert a sima hagyma van benne, a zöldség, zöld, a petrezselyem. És akkor lényegében a hal meg egy picikét, hogy sós, meg tengeri só ágyon van sütve, vagyis az azt jelenti, hogy a serpenyő aljába teszünk egy pici kis olajat, nagyszemű tengeri sót leszórunk alulra, és akkor maga a hal nem tud leégni. Ezt különben meg tudom mutatni itten a serpenyőben, mert most is sül, hogy lényegében a bőrrel együtt, itt lehet látni, hogy a bőrrel együtt van kivéve, és a lényegében a haltepertő el is készül együttal. Akkor ezt meg fogjuk mutatni. Mi az, amit nem szabad a hal mellékköletként használni? Tehát van olyan, ami elrontja a hal ízét, vagy elveszi a hal ízét? Hát lényegében túlzottan fűszerezni nem illik, csak fehér borssal. Akkor hát olyan mártások kellenek mellé, amelyik zamatos, szóval inkább olyan édeskés, zöldséges, azok az alapanyagok illenek hozzá. Például, hogy egy picike kis vékony zsülérre vágott kis vitamin paprika, az nagyon jó ízt ad, mert magában paprika is finom, édeskés. És a sós hallal együtt nagyon kellemes. És mondjuk rozmarin, majoránna, tehát amit máshol a sültekhez szoktak, ehhez ez mennyire illene? Nem nagyon, de mennyire? Hát nem annyira, a kapor, ami leginkább kihozza azokat az ízeket. Itt azért látom, hogy nem olyan sok kapor van benne, tehát nagyon intenzív a kapornak az íze, tehát ezért kell vele óvatosan bánni. Igen, igen. Hát lényegében annyit kell beletenni, amennyi, ami arányosan jó ízt hoz ki. És akkor a kukorica az a salátához fog menni? A salátához készült. Lényegében az egy előfőzött kukorica, amit a gyerekik a előfőzött zöld borsóval együtt össze fognak keverni, meg hozzáadják a többi zöldségeket. Ezt csak én azért csináltam, hogy bemutatni, hogy néz ki, de ezt ők fogják. Most a paradicsomot azt két fele kell vágni, és akkor kiveszik a belsejét, hogy ne legyen leves, ne legyen a paradicsomnak a belső leve, ne legyen benne a salátába, mert akkor folyékony lesz. És a salátába egy kis olaj van, egy kis almaecet, és akkor egy nagyon kevés kis fehér bors. Itt az előbb említette, hogy köretként is lehet, és szósz és mártogatós, tehát azért nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az egyik hígabb, tehát mennyire lehet ezt megkülönböztetni? Hát lényegében lehet látni az állagán, hogy akár egy hozok egy tányért, és megmutatom egy tálaláson, hogy milyen jól néz ki rajta. Lehet látni, hogy a hal milyen szépen párolódik a fedő alatt, és itt lehet látni, hogy a só megfordítom, hogy rajta van a halnak az alján. És akkor nem tud leégni a hal a sótól, és különösen ad egy kellemes íz, mert felfelható a meleg, és akkor felviszi a halba azt a finom tengeri só ízt. És lényegében ezt most még megfordítom, és akkor a megfordítás után ráteszem még a fedőt, hogy a halnak a másik fele is egy picikét puhuljon, különben ez már most fogyasztható, lehet látni. És fontos, hogy fedő alatt pároljuk? Hát igen, na most, hogyha felnőtteknek készülne, akkor egy kis fehér borral készítenénk, de mivel gyerekekről van szó, így nem illik nekik a fehér bor. Akkor maradjunk a felnőtteknél. Milyen fehér bort ajánlana hozzá? Hát chardonnay. Egy pici kis chardonnay.
ezt lényegében megfordítottam, és akkor megint visszateszek rá egy fedőt, hogy és utána ezt már én elzárom alatt a gáz, és akkor lényegében ez itten átpuhul, és akkor lesz kész. Tehát akkor most kiszedjük a halat, és akkor nézzük meg, hogy hogyan fogjuk tálalni. Hát, bocsánat, most először is csinálok egy ilyen saláta ágyat így ide a tányér közepébe, és akkor erre ráteszünk egy halat, és akkor lényegében egy vegetáriánus étel szinte kész is van. Hát lehet egy picit díszíteni kaporral, ebben avval, tudunk rátenni egy picikét, mert hogy van, és akkor lényegében az már készen van, most akkor egy másik tálalás. Akkor nézzük a kapros mártást, hogy azzal hogyan tálaljuk. A kapros mártáson például lehet rátenni egy ilyen szép kis sült halat, és akkor teszünk rá a tetejére egy ilyen kis kapros mártást, és akkor úgy szintén még teszünk rá egy picike kis zöldet, és akkor lényegében ez is készen van, fogyasztható. Hát lehet rátenni két halat, vagy többet, vagy annyit, amennyit. Na most a másikra is pedig fordítva tesszük rá. És akkor egy picit, hogyha úgy helyezem el, hogy teszünk rá egy megmosott zöldségzöldnek a levelét, mivel hogy ebbe a salátába, ebbe a mártogatósba, mivel hogy hagyma van benne, meg zöldségzöld, így ez illik hozzá. És esetleg töltött paradicsomot is tehetünk mellé, tehát paradicsomba is tölthetjük, igen, ezt a kapros mártást? Igen, tudunk azt is rátenni, az is egy díszként készült. Díszként készült a halas ételekhez, mert hogy említettem, hogy kimondottan vegetáriánus ételeknek is lehet ajánlani. Hát. Tehát akkor már a tálalást is megmutattuk nézőknek, aki még esetleg szeretné, az még a saját ízléséhez még cifrázhatja egy picit a tálalást. Igen, hát egy picit kis olívóolajjal le lehet önteni, díszíteni rajta. De hát most lényegében a gyerekiknek a tanulás, az alapanyagok ismertetése lényegében az a fontos. És akkor mindenki saját ízlése szerint még otthon majd variálhatja. Köszönjük szépen! Nagyon szépen meg van terítve ez az asztal. Nézzük, hogy mi minden található itt, hiszen hát a nézőinek is tudunk egy kis, nagyon kis, apró kis ötletet adni, és nagyon szépen néz ki például. Akkor kezdjük innen, ha már itt állunk a kis tányér előtt, kezdjük a szalvétával. Igen, a szalvétát ilyenkor karácsony környékén fenyőfára hajtogatjuk. Egy nagyon egyszerű, ha gondoljátok, meg is mutatom. A szalvétát, ha szétnyitottuk, most körülbelül egy olyan egynegyed részéig behajtom, megfordítom, szintén meghajtom így körülbelül a közepénél, illetve pontosan, majd alul két oldalról szintén meghajtom, és már kész is a szára, megfordítom, kész a fenyőfa. Ezt ajánlom azért, hogy zöldből készítsük el, hiszen akkor a leghatásosabb. Erre most a kislányokkal készítettünk még egy úgynevezett csúcsdíszt, facsipeszből. A facsipeszt befestették a lányok fehérre. Ezt kicsit megrajzolták, szemet, száját, télapónak, hóembernek, ki minek szeretné nevezni, és akkor ragasztottunk rá egy kis textilből sapkát. Ide csippentjük, rátesszük a tányérra, és készen van a karácsonyi teríték. Ez volt szerintem a legegyszerűbb, amit azért bárki meg tud csinálni. Akkor haladjunk tovább, itt egy nagyon szép ajtó díszkopogtató dísznátok. Igen, ez mézes kalácsból készült. A mézes kalácsot, amikor kinyújtottuk, akkor baba formájú szaggatóval szaggattuk,
és ezeket egy kör formára összeillesztettük a kéznél és a lábnál, és amikor kisült, akkor már szépen összesült, ezután már csak egy kis cukormázzal díszítettük, illetve egy szalagot fűztünk bele, mert ez valóban eredendően ajtódísznek készült, azóta már elég sokan megnézegették, úgyhogy veszített a díszítéséből, de összességében mutatós ajtódísz készíthetünk így is. Látunk egy nagyon szép fenyőfát, ami ehető. Igen, szintén mézes alapból készült torta formába, fenyőfa torta formába öntöttük a süteményt, úgyhogy nem bonyolult dolog ez. A lényege, hogy jól ki kell vajazni és lisztezni a sütőformát, kiborítottuk belőle, csokimázzal leöntöttük, és cukordekorral pedig kicsikét színesebbé tettük, illetve mintha rajta lennének a karácsonyfa díszek, olyan hatást keltettünk vele. És hát ez ehető, tehát és gondolom, hogy ebből mindenki szívesen fog falatozni. Természetesen, ezt majd felszeleteljük a végén, és ez lesz a desszertünk. Az adventi koszorún már a három gyertya jég, itt viszont látunk egy másik díszt, egy más jellegű adventi koszorút. Igen, ez egy nem bonyolult technikával készült hungarocell koszorú alap, amire textilből fogpiszkálóval tűzdeljük a textilt. Megpróbálom megmutatni, ha leemelem. Az négyzet alakúra szabdaljuk föl a textilanyagot, és a csücskénél megpróbáljuk és beleszurkáljuk, és ez így nagyon mutatóssá válik. Én ezt általában ajtóra szokták tenni, én ezt most egy kicsit megvariáltam, mécseseket helyeztem bele, négy kis mécsest, és akkor így ez is adventi koszorúként is szuperálhat egy ilyen egyszerűbb formában. Illetve még készítettünk a lányokkal egyéb asztaldíszt is, amit csak úgy akárhova is ki lehet tenni, nem csak asztalra. Itt a kávészemek dominálnak, mint illatanyag. Karácsonykor is nagyon kedves dolog szerintem, illetve természetes madzag anyaggal próbáltuk még kombinálni. Ami aranyszínűre van festve. Nem, csak egy kis csillámpor van rajta, hogy csillogjon egyébként. Nem, nincs festve, csak megszórva, meghintve. Köszönjük szépen, reméljük, hogy sokan kaptak kis apró ötleteket még a karácsonyi asztalhoz.